Üdvözlök mindenkit! Itt a Vevor, jól mondtam? Igen, a Vevor küldött nekem egy heggesztőt, ami hát most eléggé aktuális lesz, mert a 156-os alfát kell lakatolni, és ezzel szeretném lakatolni, nulla tudással, jó, nem nulla, 5%-os tudással. Úgyhogy biztos láttátok már a többi videósnál, hogy most ez a dízel melegítő, beleöntjük a gázolajat, és akkor van neki kipufogója, meg ilyenek, és akkor egy ilyen melegítőt szerettek volna adni nekem, hogy akkor teszteljem le, és akkor cserébe az enyém marad. Mert ez általában így szokott működni, és én úgy voltam vele, hogy nem akarok megfulladni a garázsba, de mint kiderült, hogy alul van neki egy ilyen kis kipufogója, vagy kéménye, vagy nevezzük akárminek, akkor meg a garást kellett volna szétdarabolnom, hogy valahol kijuttassam, és a szigetelőanyag meg, na mindegy, nem lehet tudni, mi van a falnak a belsejében, mert könnyű szerkezetes, nem beton, úgyhogy valahogy ki kellett volna juttatni. Jobb, hogy ez emellett döntöttem, ez egy hegesztőgép. Hozok egy kést, és akkor kibontjuk. Remélem eléggé hülye biztos maga a szerkezet, mert tényleg nagyon-nagyon nem értek hozzá. Valahogy mindig elkerült engem ez a hegesszek bármit is. Nem vonzott annyira, hogy én ezt annyira szeressem. Úgyhogy itt van egy jó kis unboxing videó. Nem, mert amúgy folytatom tovább. Szóval ennek a vége az lesz, hogy megpróbálok vele fröcskölni valamit. Na. A vezeték már megvan. Nem tudom, hogy látjátok-e. Megmutatom. Csak így. De honnan szerezzek nektek vezetéket? Szóval iszonyatosan vastag. Ez tetszik. Ez tetszik, hogy... Pedig 16 amper amúgy, hogy biztos, hogy ezeket úgy csinálják, hogy 16 amperre. De attól függetlenül lehet, hogy kettő feles vezeték van benne. A kábelbe. Bizony. 3x2,5. Szóval ez olyan dolog, a vezeték amúgy számomra sokat elárul, mert ha egy gyártó spórolni akar, a vezetéken szoktak nagyon sokszor, például vannak mosógépek, meg ilyenek, és hányszor van olyan, és sokszor lehet látni, hogy egy nagy nevű gyártó, azért a mosógép nem kevés áramot eszik, és akkor beraknak egy 3x1-es vezetéket, és elspórolják a másfeles vezetéket. És akkor folyamatosan érzik, mikor mos a mosógép, megfogja az ember a kábelt, és meleg. Meleg a kábel. És nyilván az nem bírja örökké, egyszer el fog fáradni. De kiszámolták, hogy a garancia időn belül ő nem fog elégni a kábel. De ez egy jó pont. Már. Ez jól néz ki ez a gép. Tök raj. Ilyen... Ez pacek. Ez nagyon pacek. Na, nézzük még meg, mi van hozzá, közben itt próbálok itt rendet tartani, ne legyen olyan nagy szemétdomb. Itt van még egy doboz, ezt félre rakom. Elég jó súlya van, magának a gépnek is, meg itt a munkakábelnek is elég kemény súlya van neki. Na, kérem szépen, itt van a papír, ezt nagyon el kell olvasnom, mint gyenge kezdő. Ó, nem már, hát ilyen, jaj, de kis cukik, adtak szemüveget, hegesztő szemüveget. Itt vagyok. Nagyon jó. Nem tudom, hogy mennyit ér. Megvakulás ellen biztos, hogy elég. De amúgy nem sok mindent csinál, de napszemüvegnek jó.
Na, nézzük. Van egy sima ívheggesztőhöz, van munkakábel, szóval ebbe, az a jó ebbe a gépbe, hogy ez simán tud ívheggesztőt. Itt van a negatív. Úgyhogy az ívheggesztőmet szerintem el is adom. Aztán van itt egy ilyen szokásos ilyen, hát jó, semminél jó. Aztán van ez a TIG. Ugye? Azt hiszem, mert ez a adtak gázhoz mi az csövet. Ez kell nekem, ez a MIG fej, úgyhogy 3:1 a gép. Ez kell nekem, ez a munkakábel. Király. Vannak hozzá különböző fejecskék. Remélem rá van írva, hogy hanyas. Itt lehet cserélni a kis fejeket, kis picike kis fejeket, ami oda bent van. És itt ez be is van fejezve. Meg itt van a, ezt kibontom, de azonnal rakom is vissza, mert ezt nem fogom még használni. Ezt kérem szépen, ez a TIG lenne. És itt is van cső. Ja, ennek benne van a belsejében a cső. A gáz. Ennek a belsejébe fut. Meg maga izé. Jó, ez már ilyen félig meddig haladóknak, azért az én ehhez kevésnek érzem magam. És ezt visszarakom, ez majd később gyakorlok, mikor nem autóval kell szórakoznom. Ez ebben a videóban nem lesz benne, ez a kábel. Nekem ez kell. Ez. Itt van minden, aminek lennie kell. Van külön a maga az elektróda. Van a gáz. Ez meg... Gondolom ez meg a villany. Ez adja át a villanyt. Az az érintkező. Itt van a kis táblája. Ha valakit ez érdekel, itt a kikapcs-bekapcs. Pont be volt kapcsolva. Itt van a gázcsatlakozás, itt van a combos vezeték, és nem 230, hanem 220, plusz-minusz 10%, úgyhogy ez bőven belefér. És hát itt vannak. Na, de jó volna tudni, hogy mi micsoda. Na, szóval nézzük az elejét. Az eleje, itt van az ívheggesztő, aztán ha átkapcsolom semmire, az a TIG, és itt meg a MIG, úgy tudom. Aztán van itt olyan, hogy a MIG, ennek a feszültsége szerintem. Ez előtolás. Szerintem. Ez meg a sima ívheggesztőnek az erőssége. Hogy mennyire legyen combos. Itt meg van
egy munkakábel, amit nem mindegy, hogy hova rakunk, itt mutatja, hogy gázzal és nem gázzal. Én a nem gázzal fogok csinálni, vagy fogom csinálni, úgyhogy ezt nekem ide kell rakni. Már ha belemenne. Ígyni. Nekem a nem gázos kell. Gondolom én, de majd megnézem a papírt. Hogy van. Az a lényeg, hogy a gázosnál fordította, vagy hát a nem gázosnál fordította polaritás. Ennyit már tudok. De a többit át kell néznem papírból, hogy mi, hogy van. De ezt most leszedem, kapcsoljuk be egy kicsit, hogy mit mutat. Na kérem szépen. Zubbuk. Jó. Hát a feszültség az 11,9-től el lehet menni 25 voltig. Remélem, ez azt jelenti. Gondolom ez a feszültség. Ez meg az előtolás. És azt szokták mondani, akik ilyet csinálnak, hogy ezeket figyelembe kell venni, hogy egy állásba álljanak. És akkor fog jól varni. Hogyha itt is, mondjuk 4-esre, meg itt is 4-esre vesszük. Például. Ó, de nekem itt már vannak ilyen ötleteim, nem tudom amúgy, hogy ezt írjátok meg, hogy itt feszültséget lehet állítani, mondjuk 15 volt, így, ezt tudjátok mire jó? Mert ez DC, ezzel lehet tölteni, vagy akár bikázni is, szerintem azt is lehet vele, de mondjátok meg nyugodtan, hogyha tönkreteszem a gépet vele, vagy az akkumulátort, akkor írjátok meg. Gyorsan mérjük már meg, ez a 15, hogy ez tényleg, hogy ez a volt-e. Ez 24,6. És a feljebb rakom. Akkor ez nem jött be. Akkor ez az áramerősség lesz. Vagy valami hasonló, nem tudom. Még nézzük meg, hogy mi van itt. Itt van egy ilyen kis táblázat, ez is segíteni fog nekem. Itt van egy kis csapágy. Aztán itt van egy adagoló. Itt be kell tolni a kábelt. Ezt ráhúzni. Az kakuk. Ezt itt meg kell nézni, hogy ez melyik ponton van. Nekem a 0,8 kell. Bízunk benne, hogy lesz 0,8. Itt van már egy... Ez az 1-es. Ez a 0,8. Oda van írva, 0,8 és 1. Úgyhogy jól volt berakva a 0,8-a. Tuti. Legalábbis nekem. Ennek nem kell forognia? Nem. Ja, igen, mert izé volt benne.
Ó, de jó, ezt is még lehet tekergetni. Nagyon örülök neki. Mennyire szorítsa. Adtak hozzá még egy tekercset. Ezt megnézzük, hogy ez melyik. Ez a gázos vagy nem gázos. Mert porbeleset már vettem. Jobban megnézi az ember, ez is gázmentes húzal. Ők is gázmentes húzal, vagy hát porbelest adtak hozzá. Hát akkor már van 2 darab porbelesem, nem tudom mi a nyavajának vettem meg. És jobban megnézve az anyagot, a kimunkálást, a dobnak a formáját, meg mindenét, ez nagyon úgy néz ki, hogy ez ugyanabban a gyárban készült. Csak más rajta a címke. Ennyi, ezen fény címke van. Ilyen egyszerű. Ez full ugyanaz. Hurrá, már 2 van. Tudok orvérzésig hegeszteni. Csak úgy voltam vele, hogy ők biztos, hogy gázost fognak adni. Na nézzük, hogyan kell begörcsölni. Leszedem róla először is a fóliát. Aztán a kábelnek, itt van a kábel, lefele kell futnia. Úgy kell berakni, hogy jó legyen. Ezt leszedem, gondolom. Meg ezt is leszedem, gondolom. Ezt fölrakom. Így lefele fog nézni. És mehet vissza. Meg ilyen nehezen kell forognia? Hát akkor legyen így. Ezt lehúzom előre. Tudjon benne dzsolni a szál. Felbontom. Vigyázok rá, hogy ne szaladjon le az egész. Oké. Ezt itt kiakasztom. Levágom, hogy egyenes legyen. Itt van egy kis kanyar a végén. Az nekünk az nem kell. És elkezdem tolni befele. Bevezetem a kis lyukon, és addig tolom, amíg a másik oldalt ki nem jön. Jó, utána ezt ráhajtom, ezt rányom, és szerintem készen vagyok. Amúgy ez nagyon komoly, hogy ide akár 5 kg-os ilyen húzalt is be lehet kötni. Azért az elég durva, 5 kg-nyi húzal. Na nézzük akkor. Nagyjából így megvagyunk. Ezt visszahajtom. Itt lehet látni, hogy itt már a drót az már kint van. Úgyhogy ennek a kupakját leveszem. Bevezetem ide a drótot, hogy betaláljon. És ráhúzom ezt a műanyag kupakot.
Így né. Azt mondták az okosok, hogy mikor az ember csévéli lefele, akkor ki kell egyenesíteni ezt a szárat, ezt a munkakábelt, vagy nem tudom minek hívjam, ki kell egyenesíteni, hogy meg ne akadjon benne a húzal. Van itt egy kis gombocska, ha azt megnyomom, akkor elkezdi csévélni bele a munkakábelbe ezt a madzagot. Csak még nem jött ki a végén. Kijött, még túlságosan is. És itt van a drót. Kijött a végén. Lecsípem. Egyni. És lehet hegeszteni. Hármasra állítottam mind a kettőt, a sebességet is és a teljesítményt is. A tízesből hármason van, nézzük, hogy ide raktam ezt a izét, hogy védje a jó ez amúgy az én kinti kabát, csak hogy mégis nem tudom, hogy mennyire fog fröcskölni. Ez itt amúgy ilyen fröcskölésgátló, majd mindjárt azt is kipróbáljuk. Ez most nagyon fröcsköl. Legalábbis én úgy látom. Egy kicsit oda tekerünk neki. Hát nem vagyok túl jó a dologban. De igyekszem, próbálkozok még. Türelem a lényeg, nem szabad olyan gyorsan mozgatni a pisztolyt. De nyilván, aki tud hegeszteni, az ezen most sírva röhög, ezen a felfedezésen. De működik, és nehéz kiégetni vele a felületet, átégetni. Ezt alkottam. Most megnézzük, hogy ha befújjam azzal a csodasprével, akkor mennyire fog fröcskölni. Hát befújtam. Azt, hogy lángra kap vagy sem, azt nem tudom. A fröcskölés gátló szerintem semmit nem csinál. Most megpróbálom azt, hogy a 4-esről föltekerem 5-ösre. Mind a kettőt. Jobban beleég. Kevésbé van a tetején, hanem jobban benne van. Lehet látni, hogy nem tudok hegeszteni, azt tudom, ne röhögjetek nagyon, de lehet látni, hogy sokkal jobban így besüppett, így beleégett az anyagba itt a másiknál.
A másiknál meg kevésbé, ott inkább a tetején van, de az amúgy az is fog. Az is fog, de... De még most nézem, hogy innen szépen lejött a fröcskölés. Innen meg kevésbé. Ezen a részén befújtam ezzel a fröcskölés gátlóval, megnézzük, hogy ott tapad jobban, vagy a másik oldalán majd. Ez majdnem átégette, nem sok híja volt, úgyhogy... Itt nem ég bele. Megnézzük a másik oldalt, próbálok olyan helyen varni, ahol... Sok az ötös. Igen, sok egy kicsit. Majd vissza kell venni 4-esre. Lehet ott látni, hogy elég keményen átment. Na, az akkumulátor eddig bírt a lámpának. Hogy elég keményen átpüffett, és itt meg jószerivel már behorpadt. Látjátok? Szóval sok az ötös. Sok az ötös, és az anyag vastagság az durván olyan lesz, mint nekem a küszöbnél. Ez az 1 mm fölött egy kicsivel. Úgyhogy azért ezzel is át lehet égetni, de az ívheggesztő az nyilván a sokkal-sokkal durvább. Jó van ez. Nézzétek, hogyha egy ilyet csinálok, akkor már teljesen rendben vagyok, vagy egy ilyet. Akkor már jó vagyok. Vagy ez. Még ez is jó. Legalábbis ahhoz képest, amit a finnek csinálnak itt. Ők pöttyöznek, hogy tik, 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 és akkor tele van ilyen gubicsol. Ők gubicsolnak, úgymond. Na jó, emberek, kijátszottam magam. Jó. Szeretem, hülye biztos. Tényleg nagyon, nagyon pöcsnek kell lenni, hogy ezen ne lehessen hegeszteni. Nagyon jó. Tetszik. Nagyon tetszik. Úgyhogy teljesen rendben van. És eléggé köszönöm ennek a cégnek, a Vevornak, hogy ilyeneket küldözget nekem. Remélem, még küldözgetnek mást is. Úgyhogy teljesen használható. Nézzük meg a weboldalon, hogy melyik ez a gép. Már eltettem ide a tárolóba a hegesztőt, de videóvágás közben észrevettem, hogy az előtolás az olyan, mintha ilyen hullámzó lenne, ilyen akadozó, úgyhogy nemes egyszerűséggel ezen tekerek egy kicsit, hogy jobban szorítsa. És így vélhetően egyenletes lesz majd, mikor legközelebb használom, mikor az autót lakatolom. Egy picit tekertem rajta, de azért még majd kipróbálom előtte, hogy csinálja a dolgát. Szerintem jó lesz, csak ezt az előtolást, ezt hát hallottam a videóvágások közben, hogy olyan hullámzóan jön belőle a tekercsről a drót. Na hát, ha megnézzük a weboldalt, ott van, hogy odaírtam, beírtam, hogy vevor.com, és akkor egyből dobja ezt az európai verziót, direkt. És
Hát itt igazából Jézuskától géppuskáig bármit lehet venni. A konyhai kacatoktól kezdve a fatároló, minden van. Na, ez lett volna az enyém. Ez a szerkezet. Egy ilyet akartak volna nekem küldeni. Egy ilyen dízel levegő melegítőt. És én ezt úgy döntöttem, hogy nekem erre nincsen szükségem, pedig szoktam azért fázni a garázsba, de szerintem nem igazán kivitelezhető nálam. Aztán, ha lesz egy saját garázsom, aminek szétfurkálhatom a falát, és ki tudok vezetni egy kipufogót, akkor még akár ez aktuális is lesz, meg jó is lesz. Lehet ezekből nagyot venni, és elég jó olcsó amúgy. Szóval nagyon-nagyon olcsó ahhoz képest. Bár a villany is ennyibe kerül, mondjuk veszek egy ilyen sok kilovattos villanyfűtőt, akkor nagyjából ez is ennyibe kerül, néztem az árakat, de sokkal könnyebb amúgy gázolajjal fűteni, mivel a villanyt azt csak korlátozottan lehet leterhelni, például az enyémet azt 6 kilovattal lehet beterhelni, mert utána már nyilván a 25 amperes biztosíték már hát a határa már megvan. Na, de az a lényeg, én nem ezt választottam, hanem írták, hogy választhatok mást is, és akkor egyszerűen csak a keresőbe ide beírtam, ott is ott van, hogy welder, és szerintem a MIG-re mentem rá, mindjárt meg lesz itt, ez a 200-as, ez az enyém, itt a 200-as. Úgyhogy van 250-es. Én mivel nem akarok vastaganyagot hegeszteni, nekem teljesen tökéletes a mondjuk egy 160-as is elég lett volna. Csak úgy voltam vele, hogy akkor választok egy középsőt. És ennyi. Mert nyilván itt már a súly is nő, egyre nagyobb, egyre nehezebb. Igazából ugyanannyit tud szerintem az összes. Úgyhogy semmi csoda nincsen benne. Később persze utólag észrevettem, hoppá, itt van azt hiszem a TIG weldernél, azaz, a hegesztőnél. Itt találtam már olyat, ami, ez csak TIG, azt hiszem, meg sima pálcás hegesztő. Itt van az MMA, az azt hiszem az ív hegesztő. És ez egy alap, ez 185, viszont itt van egy, aminek van egy olyan tudása, ami azért nekem nagyon-nagyon tetszik. Hol van? Hát ez a kép jó lesz. És ott van, nem tudom, hogy látjátok-e. Nem tudok oda menni az egérrel, kézzel meg hiába mutogatom, mert nem látjátok. Most a kép közepén ott van egy ilyen Pulse nevű felirat. Na, annak én nagyon tudnék örülni. Csak ez valószínű, ez nem az én ár. Ez a 816 euró, ezt azért ilyet azért nem kérek, mivel egy 100 eurós terméket ajánlottak nekem, és én így is 2,5-szeresét kértem. Úgyhogy hát van mit közben itt. Itt ilyen mindentudó hegesztők. Itt is lehet, hogy van olyan. Hát ez plazma. Ez is hasonló, mint az enyém. Úgyhogy én ezt a szebb színűt választottam. Hú, mennyi. Ilyen is van. Pont hegesztők. Szóval minden, ami kell. Műanyag hegesztők, bármit beírod, lesz. Szóval beírod, hogy ruhakarn is, lesz. Csak nyilván angolul kell ezeket beírkálni. Minden van. Látjátok itt is. Minden, ami kell. Ez például az hamburger hús nyomkodó, vagy nem tudom, mi lehet ez. Bármit meg lehet ezen a weboldalon kapni, és amúgy egész jó áron vannak. Nem a világ vége.
És valószínű, hogy ez, mivel európai az egész, szóval van itt egy európai raktáruk, és akkor pitty-putty ki is küldik, és nem kell vámot fizetni. Nagyon valószínű. Ide a képernyőre kiírok egy kódot, VVGDS5. Ha ezt beírjátok vásárláskor, akkor 5% kedvezményt kaptok. Tudom, nem a világ vége, de akkor is 5% az 5%. Úgyhogy tényleg ez lehetne 30 is, de lesz 5% kedvezményetek. El is köszönök tőletek, én köszönöm szépen a Webornak a támogatást, meg hogy küldtek nekem egy hegesztőt, amivel tudok alfát taknyolni. Na, sziasztok!